Köszöntöm a Pécs TV nézőit, önök kulturális magazinunkat, a Tónusokat látják, melynek első felében Breuer Marcellre emlékezünk, Pécs szülöttére, a második felében pedig ellátogatunk a város legifjabb galériájába. Tartsanak velünk! A világhírű építészre és formatervezőre Breuer Marcellre emlékezik a város azzal is, hogy emléktáblát avattak az Irgalmasok utcájában, és azzal is, hogy kiállítást nyílt életéről és munkájáról a Zsolnai Kulturális Negyedben, az M21 galériában. Az emléktábla létrejöttét a Dél-Dunántúli építészkamara kezdeményezte. Hát alapvetően az ötlet abból ered, hogy mivel Breuer Pécset született, illő volt az, hogy Pécs városában legyen egy róla megemlékező tábla. A Dél-Dunántúli építészkamara, az építészek közössége úgy gondolta, hogy erre egy kezdeményezést tesz, megterveztük, megcsináltuk. És a másik ok és lehetőség pedig az volt, hogy Mendel Zsuzsa művészettörténész az anyakönyvet egész egyszerűen csak megnézte, mint ahogy hát ezt korábban valószínűleg nem nézték meg mások, és az anyakönyve pontosan benne van, hogy nem csak a dátum, hogy mikor született Breuer Marcell, hanem az is, hogy hol, az Irgalmasok utcája 4-es számú házban, otthon szüléssel. Tehát ebből lehetett tudni, hogy valóságban és fizikailag ebben az épületben született ő, az más kérdés, hogy később innen elköltöztek, és az a lakóépületük már nem áll. Breuer Marcell nevét sétány őrzi a Kodály Központnál, s most hosszas kutatást és egyeztetést követően kerülhetett szülőházára az emléktábla, az Irgalmasok utcája 4-es szám alatt. Nagyon kevés olyan pécsi van, pontosan három, aki nem csak Baranyában világhírű, hanem valóban világhírű, és nyomot hagyott az aktuális századon, ugye Zsolnai, Vazarelli és Breuer Marcell. Ugye ő a Bauhausnak az egyik meghatározó alakja, a Gropiusnak a munkatársa, és amikor haza akart jönni a 30-as években, ugye akkor a Magyar Építészkamara nem fogadta el a Bauhaus diplomát, ezért külföldre, először Londonba, aztán Amerikába távozott, és így lett világhírű a mester, ott elfogadták. A délutáni emléktáblaavatást követően a Zsolnai Kulturális Negyedben folytatódott a visszatekintés Breuer Marcell munkásságára. Hiány és emlékezet címmel nyílt nagyszabású kiállítás az M21 galériában. A tervek az előkészítés során úgy szóltak, hogy a megnyitó a mester születésének 120. évfordulóján lesz, azaz 2022-ben, de a szervezést, a kiállítás tárgyainak összeállítását megnehezítette a covidos időszak. Ám Fekete Vali szerint nem is a kerek évforduló az, ami a legfontosabb. Azt hiszem, hogy nem ez számít, hanem az számít, hogy egy világklasszisról van szó, akit a hazájában nem nagyon ismernek. Tehát ez igaz Pécsre is, és igaz egyébként egész Magyarországra is, hogy miközben az egész nyugat-európai és tengeren túli könyvtárak, sajtó, archívumok tele van Breuerrel, elképesztő könyvek jelentek és jelennek meg róla, gyakorlatilag Magyarországon nem nagyon ismerik, legfeljebb a Vasszilij széket az ő munkásságáról. Ezért tartottuk nagyon fontosnak azt, hogy évforduló ide vagy oda mindenképpen megszervezzük azt a kiállítást, aminek Hiány és emlékezet a címe, mégpedig azért, mert a hiányokból építkezik a kiállítás, mutatja azt meg, ami van, meg is mutatja azt is, ami nincs, és tulajdonképpen ezt az egész emlékezet kultúrát teszi fel a végén a kiállítás utolsó termébe kérdésként. Pécset őrzi nevét egy sétány, illetve a Pollák Mihály karnak a doktori képzése, most már egy emléktábla is az Irgalmasok utcájában. Lehetne esetleg mégis, ha nem is ez a teljes gyűjtemény, hiszen ebben sok kölcsönzés van, valahol Pécset egy állandó helye Breuer Marcellnek. Én azt gondolom, hogy lehetne Breuer Marcellnek, de lehetne mondjuk az egész pécsi Bauhausnak, hiszen azért a Breuer egyike annak a hat Bauhausernek, aki azért nemzetközi szinten ismerté vált Pécsről. Azt hiszem, hogy mindegyikükre büszkék lehetünk, noha Breuer lett a világklasszis, vagy a világsztár, vagy az a kozmopolita világhírű építész és tárgytervező, akit minden design tankönyv tanít, és mindenhol ismernek. Tehát azt gondolom, hogy igen, de leginkább érdemes lenne egy olyan kiállításba gondolkodni, ami az egész pécsi Bauhausnak a történetét bemutatja, és annak nyilván egy nagyon fontos része lenne Breuer és a Breuer életműve. Annál is inkább, mert Breuer nagyon hűséges volt Pécshez, hiszen
visszajárt, egyébként hűséges volt Magyarországhoz is, tartotta a kapcsolatokat az óhazával, az itteni barátokkal, a családdal különösen. A kiállításban láthatjuk a levelezését, amit a nővérével, Herminával folytatott, legalábbis egy levelezésnek egy elég több évtizedes dokumentumokból válogatott részét. Azt gondolom, hogy ő egy olyan személyiség volt, akinek fontos volt a gyökere, fontosak voltak a gyökerei. Ide eljött a feleségével, találkozott a pécsi barátokkal, volt osztálytársakkal, hiszen itt élt 20 éves koráig. Tehát azt hiszem, hogy ha Vasarely, aki 4 éves korától már nem Pécset élt, olyan nagyon ismert és fontos, turisztikailag is fontos relevanciával bír a város részéről, akkor Breuer de pláne. Én azt tapasztaltam, amikor külföldön egyébként májusban ezt a kiállítást már megrendeztük a Párizsi Magyar Intézetbe, nagyon sokan jöttek. Tehát egyszerűen az a név, hogy Breuer, az gyakorlatilag hívószó volt. És azt valószínűleg sokan nem tudják, de Breuernek a New York irodáján kívül Párizsban is volt egy tulajdonképpen egy hát egy kisebb irodája, 11 néhány építésszel dolgozott ott együtt. Úgyhogy Párizsban és Franciaországban különösen nagy kultúrája van, hiszen Franciaországban hozta létre a legnagyobb életművének legnagyobb darabjait. Az UNESCO-t például, vagy az IBM székházat, vagy akár a bajoni szatellitvárost, ami egy nagyon kiváló példája annak, hogy hogyan lehet gondoskodni a szociális rászorulóknak a lakhatásról egy minőségi szinten. A Hiány és Emlékezet című Breuer Marcel kiállítást Várkonyi György művészettörténész nyitotta meg az M21 galériában. A címben szereplő hiányról vele is beszélgettünk. Sajnálatos módon ugye nincs magyarországi épülete, ez azt jelenti, hogy nincs pécsi épülete sem, pedig voltak erre irányuló kezdeményezések, próbálkozások. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy a Pécset a 20. században született művészek közül, mert ugye tudjuk, hogy képzőművész is volt, hát ő vitte a legtöbbre Viktor Vasarely mellett. Én rangsort nem állítanék föl, van a lelkemben egy rangsor egyébként, amit most talán nem árulnék el. És a másik dolog, egyébként mindketten így voltak ezzel, hogy fontos volt számukra a szülővárosuk, tehát Breuer Marcel számára is. A kiállításon is látható egy fotó, 1966-ban a Széchenyi téren a valahai főreáliskolában vele végzett öreg diákokkal fotózkodik. Hát az volt az utolsó magyarországi tartózkodása, ha jól emlékszem, de azért ez nem egészen. De a pécsi az egészen biztosan. Megtekintve az épületek fényképeit és makettjeit, melyek most az M21 galériában láthatók a kiállításon, kimondható, valóban sajnálatos, hogy nem született Breuer épület Magyarországon. Amit Breuer az építészetében csinált, az egy rendkívül exkluzív dolog. Tehát tulajdonképpen azok a késői épületei, amelyeknek a makettje itt vannak körülöttünk, a Whitney Múzeum, a St. John's apátság, ezek valójában szobrok. Egy rendkívül nagyvonalú és rendkívül bátor építésznek az épületei szoborként elgondolva, de hát, és hát ugye nagyon, nagyon válogatott funkciók ezek. Egyházi épületek, múzeumépületek, nagy nemzetközi szervezetek épületei. Tehát az exkluzivitást hangsúlyoznám itt, Vasarelynél pedig inkább a popularitást, ami nem jelent rangsort. Más a helyzet Breuer Marcel bútoraival, mert azok viszont ugye hát mindenki, elvileg mindenki számára hozzáférhetőek. Nagyon jó volna, én is meg tudnék venni egy B3-as Vasarely széket otthonra, de hát azért erre a nyugdíjamból nem futja. Ott van egy ilyen, mint a Tonet székeknél, hogy be lehet teríteni vele a civilizált világot. Hát ezekkel az épületekkel más a helyzet.
mi pécsiként beszélgetünk Brauer Marcelről, és ezzel a szemmel nézzük minden bizonnyal büszkeséggel. Azt meg tudod-e fogalmazni, hogy a világ, Amerika és Európa, mert épp ezek a tablók vannak mögötted, hogyan nézett ő rá, mit gondoltak róla? Tehát mennyire volt számukra fontos? Hát Brauer magyarországi recepcióját feldolgozta egy kiváló dizájntörténész, Ernyei Gyula tanár úr, és abból is az látszik, hogy a nyugati világban róla megfogalmazott elbeszélések jöttek át. Mivel, hogy itthon ugye nem voltak épületei, tehát ebből egész pontosan lehet tudni. Két forrást mondanék. Egyrészt az, hogy borzasztó jó sajtója volt méltán. Másrészt, hogy például a múzeumban van egy talán 500 levélből álló hagyaték. Ezt még Bécsből a rokonságtól kaptuk annak idején, 2002-ben leltároztuk be. Hát hetente vagy hetente többször írt a Bécsben élő nővérének Miminek leveleket és beszámolt. Tehát egy olyan ember volt, aki ugye egyrészt Jackie Kennedyvel látható itt egy fotón a Whitney Múzeum átadásakor, másrészt nyilván hát a legnagyobb hatásfokú megbízókkal tárgyalt, és ugyanakkor kötődött a városához, nagyon szerette és ápolta a kapcsolatot a nővérével. Aki ismerte, mindenki azt mondja, hogy végtelenül közvetlen ember volt, az irodájában is lehetett, sőt elvárta, hogy Lajkónak szólítsák. Ugye ez volt az ő gyerekkori neve. Ugye Brauer Marcel Lajos volt. Brauer Marcel Lajos, igen. Itt van a főreáliskola évkönyve, és hát ott a Marcelt nem is használták. Brauer Lajosként van bejegyezve. De ismerjük a Major Mátéval, a kiváló építésszel és építészettörténésszel folytatott levelezését. A 70-es években is úgy írta, ölelbarátott Lajkó. Tehát volt benne egy nagyon-nagyon megnyerő közvetlenség, ami azért az épületeiből is. Itt most a legkülönlegesebb épületeit látjuk, de hát azok a privát házak, amelyeket ő tervezett elsősorban az amerikai keleti parton, azok is erről tanúskodnak. Egy elbűvölő személyiség. Brauer Marcel 1973-ban súlyos szívinfarktust kapott, két évvel később bejelentette, hogy visszavonul az aktív munkától, s végül 1981-ben hunyt el New Yorkban. Még az infarktus előtt viszont felmerült, hogy szülővárosának, Pécsnek tervezne egy épületet. Sok változat merült föl. Az utolsó változat, amiről komoly egyeztetések folytak, fogok is hivatkozni erre majd a megnyitóban, az egy a mostani Múzeum utcában, tehát a Káptalan utcában, a 3-as és az 5-ös szám közti akkor üres telken, ahova most ugye óvoda épült, ott felállítandó múzeum épület lett volna, amelynek egy részét nyilván az ő életművének szentelték volna. De hát az lett volna tulajdonképpen a modern magyar képtár. És hát sajnos nem valósult meg. A Hiány és emlékezet című kiállítás 2024. január 14-ig tekinthető meg a Zsolnai Kulturális Negyedben, az M21 galériában. Az M21 galériát követően irány Pécs legfiatalabb galériája. A belváros szívében nyílt meg a nyár folyamán a hely, ahol a tervek szerint a kiállítások mellett előadások, beszélgetések is helyet kapnak. A galéria egyszerre az antik műtárgyak és a kortárs művészet otthona. Utóbbit tekintve az aktuális kiállítás is erről szól. A pécsi származású képzőművész Jakab Ferenc Fekete-fehér című tárlata. Jakab Ferencre már gyerekkorában felfigyelt rajztanára Sonfai Valéria a Jurisics Miklós úti iskolában. Általános iskolában figyelt fel rám Vali néni, ő volt az általános iskolás rajztanárunk, és igazából egy nagyon kedves emlék fűződik a nevéhez, méghozzá ő volt az egyetlen tanár, aki szorgalmi feladatot adott a nyári szünetre. Úgyhogy ilyen emlékeket őrzök magamban róla.
A középiskolában ezt folytattad? Mert aztán tudom, hogy később igen, és hát olyan neveket említhetünk mentorként, mint Lantos Ferenc, illetve Konok Tamás, de mi volt a középiskolában? Középiskolában egy osztálytársnőm szeretett volna felvételizni azt hiszem a Műszaki Egyetemre, Budapestre, és keresett egy rajztanárt, akihez el tudna menni, vagy egy kurzust. És megtalálta Lantos Ferencnek a Művészeti Szabadiskolában annó ezt a rajzkurzusát, ami kedden és csütörtökön volt, délután 4 és 8 között. És nem akart egyedül menni, úgyhogy megkérdezte, van-e kedvem jönni, mert hogy szeretek rajzolni. Úgyhogy igazából egy véletlennek köszönhető, hogy elmentem a Művészeti Szabadiskolába, és ott ismerkedtem meg a Feri bácsival. Aztán, amíg oda jártam, addig tartott ez a kapcsolat, és akkor, amikor leérettségiztem, akkor utána már hozzá mentem föl megmutatni a képeimet. És mit szólt hozzá? Mert a honlapodon láttam ajánlásokat, az egyiket például a Konok Tamás írta, de hogy így ezeket gyűjtögetted, vagy ő terjesztette a nevedet a pécsi művészkörökben? Igazából úgy gondolom, hogy senki nem terjesztette. Feri bácsihoz, amikor kész voltam egy anyaggal, felmentem, még a Kisdánydali utcába, és nagyon sokat beszélgettünk mindenféléről, nem csak festményekről, hanem az életről, a természetről, politikáról, és így maradt meg ez a kapcsolat. De igazából terjeszteni nem terjesztette kvázi a nevemet. Annyiban viszont nagyon sokat segített, hogy 98-ban, egy évvel az érettségi után összegyűlt egy olyan anyagom, amit segített bemutatni egy galériában, ez a Pécsi Artus Galéria volt. Azt hiszem azóta már nem működik. De ez volt az első kiállításom, és ezt ő nyitotta meg. És ennek a megnyitó beszédnek a szövege az fent van a honlapomon, és ez egy nagyon nagy segítség volt. Hát azért az nem mindenkinek adatik meg, hogy 20 évesen önálló kiállítása legyen, már pedig annyi idős voltál akkor, ez 25 éve volt, tehát most 45 gyors fejszámolást követően. Gyorsabb, mintha én mondtam. Igen. Szóval azért ez, mondom, ez nem szerencse, hanem valami nagyon-nagyon jó csillagállás lehetett neked, nem? Elképzelhető. Az a baj, hogy nekem ezek nem tudatosan, hanem valahogy természetesen jönnek. Tehát nálam a festés az nem egy... Tehát a képeken, hogyha végignéz valaki, igen, nagyon tudatos a program, de maga a tevékenység az egy természetes dolog, az egy olyan nagyon személyes, nagyon természetes, nagyon erőlködésmentes teljesítmény, vagy egy erőlködésmentes produktum. És lehet, hogy Feri bácsi ezt látta, lehet, hogy azt látta, amit a kiállítás megnyitó beszédében is mondott, hogy nem is mindig kifejezetten a festmények, hanem nagyon sokszor az ember az, akit kiállítanak. A személyiség a képek mögött. Úgyhogy lehet, hogy ez a szerencsés csillagállás. Ezt nem tudom. Jakab Ferenc felsőfokú tanulmányait nem a művészet vonalán folytatta tovább, sőt, egészen más irányba indult. Pénzügyi és számviteli szakember vagyok, és igen. De ez is egy érdekes beszélgetés volt, mert Feri bácsi elment szüleimhez, és kvázi kikért tőlük, hogy ő majd művészt farag belőlem, itt a Pécsi Művészeti Egyetemen, de aztán, ha jól tudom, megegyeztek szüleim, hogy jó a gyerek matekból, kicsit több tőkére van szükség ahhoz, hogyha művészként akar elindulni, úgyhogy pénzügyi és számviteli szakember lettem papír szerint. És megteremtetted a tőkét a festészethez, nem? Valahogy így állt össze? Igen. Igen, az a része megvan, de ez sosem kopott ki. Tehát ehhez, ahogy mondtam, itt ez egy elég őszinte kitárulkozás, és ez mindig volt. Akkor is, amikor nem volt meg hozzá a tőke, csak annyi, hogy egy vásznat vegyek, vagy magamnak feszítsek, és azóta is megvan. Amint Jakab Ferenc írja önmagáról a honlapján, főiskolai tanulmányai alatt, amikor csak tehette, utazott, így bejárta Európát és Afrikába is eljutott. Miután visszatért Magyarországra, ismét felvette a kapcsolatot a Kossuth-díjas Lantos Ferenccel, és újból a képzőművészettel foglalkozott. Aztán jött a családalapítás és a munka, és a festészet ismét a háttérbe szorult. Aztán találkozott a szintén Kossuth-díjas Konok Tamással, aki a festés folytatására biztatta.
Az is egy érdekes dolog, pont egy külföldi utazás a munkám kapcsán hozott össze Konok Tamással. Teljesen véletlenül Moszkvában voltam éppen, ez nem tudom, most lehet, hogy nem trendi ezt mondani, de egy üzleti úton voltam Moszkvában, egy kanadai cégnél, ezzel kiegyenesítjük ezt a csorbát, és nagyon tetszettek Tamásnak a képei, és volt egy mobiltelefonszámom, és a taxiból felhívtam Moszkvából, hogy esetleg van-e mód arra, hogy megnézzem a képeit, értékesíti-e őket, tudunk-e beszélgetni egy kicsit, és kitörő örömmel fogadta, hogy honnan hívom, ő is nagyon sokat utazott, és így hozott össze minket a sors. Amikor hazaértem Moszkvából, elmentem hozzá, és utána neki is megmutattam a munkáimat. Igaz, először vételi szándékkal mentem hozzá, és azt hiszem a második-harmadik találkozás alkalmával mondtam neki, hogy én is festek. És azt mondta, hogy ho-ho, hát akkor nagyon gyorsan hozzam el a munkáimat. És hát elvittem. És ugyanazt az elismerő szavakat, ugyanazokat az elismerő szavakat kaptam, mint Feri bácsitól. És ez egy nagyon-nagyon megdöbbentő élmény volt, meg egy nagyon átütő élmény, hogy tényleg ekkora időközzel, tehát ezzel a, hát nem is tudom, nagyon jól számoltál, talán 15 év különbséggel, volt még egy teljesen Feri bácsitól teljesen független művészember, ráadásul egy elismert művészember, aki ugyanazokat mondta nagyjából, mint Feri bácsi. És neki volt egy elképesztően fontos kommentje, amit már így felnőtt fejjel, meg családdal, meg megalapozott karrierrel hallottam. Ő azt mondta, hogy Ferikém, nagyon szerencsés ember vagy, mert megvan a programod egy életre. Már csak meg kell csinálni. Láttam a színes alkotásaidat a honlapodon. Ugye eszembe is jutott, Konok Tamásnak volt 2 éve egy kiállítása itt a Csontvári Múzeumban. Úgy hangulatában, színeiben arra emlékeztetett. Most viszont ide a Bak galériába fekete-fehérrel jöttél. Miért? Egyrészt a Péternek nagyon tetszettek a fekete-fehér képek, másrészt pedig volt egy ilyen programom, talán 14-15-ös évet azt a monokrómnak szenteltem, vagy a monokróm témának szenteltem. És hát illik a galériához, illetve ez egy elég fontos mérföldkő így a festészetemben, úgyhogy azért gondoltam, hogy ezeket érdemes bemutatni itt. Pécs belvárosában több mint 70 éven át működött az országos hírű képcsarnok, amit még 1948-ban nyitottak meg. A megszűnést követően tán kisebb testvérként folytathatja a régi képcsarnok küldetését a Bak galéria, melynek vezetője egészen fiatalon határozta el, hogy ezzel a világgal foglalkozik majd. Én tulajdonképpen már egy 6-7 éve kezdetben hobbiszerűen foglalkoztam régiségeknek az adásvételével, és nagyon megtetszett ez a világ. Alapvetően még kezdetben bútorok, aztán ugye, mint pécsiként értem szerint a zsolnai kerámiák világa, az teljesen beszippantott, és ezeknek az adásvételével ugye elkezdtem foglalkozni, és rájöttem, hogy én ezt szeretném csinálni, abszolút hivatásszerűen, meg hát ugye egy idő után azt szoktam mondani, hogy egy hobbiból lesz hivatás, de hát ez nekem nagyon tetszett. Bak Péter a túlusoknak elmondta, hogy a kiállító tér, melyben most Jakab Ferenc festményei láthatók, később a képzőművészet más ágait is bemutatja, és előadások, beszélgetések helyszíne is lesz. Festmények mellett más képzőművészeti tárgyakat is majd fel fogunk itt sorakoztatni, tehát lesznek szobrok is, majd később ilyen tervezek zománcokat, és egyéb tárgyakat is megmutatni, és valóban egyfajta művészeti térré is szeretném alakítani ezt az egész galérián, így lesznek itt különféle előadások művészeti témában, de tervezek borkostolókat és egyéb eseményeket is ide a galériába, hiszen a hely az egy frekventált belvárosi helyszín, és a lehetőségek azok adottak. Gyakorlatilag egy 30-40 ember nagyon kényelmesen a galéria térben el tud lenni, és ez is egy cél, hogy Pécset ezzel is kulturálisan színesebbé tegyük, és minél több embert vonzunk a
megy a székhelyre. Péter nem titkolt célja az is, hogy elsősorban pécsi, baranyai alkotókat mutasson be a galériában. Gyakorlatilag ez nem csak, hogy logisztikailag sokkal egyszerűbb, de mivel ugye itt van a PTL-nek a művész képzése, így adott a helyzet, és Pesten így is rengeteg kortárs galéria van, és a pesti művészeti közeg, meg az ottani galériák értelemszerűen a művészeket ott beszippantják, de nem csak a kánonból szeretnék válogatni művészeket, hiszen ha megnézzünk mondjuk egy nemzetközi vonatkozásban, akár egy Van Goghot, vagy a hazai palettával egy Csontvárit, ők mind kívülállók voltak bizonyos szempontból. Tehát próbálok megkeresni olyan embereket is, akik ebből a kívülállóságból művészé válhatnak, és ezért a menedzselésüket nagyon fontosnak tartom. Jakab Ferenc Fekete-Fehér című kiállítása november 30-áig tekinthető meg a pécsi Bak galériában. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Figyelmüket köszönjük, várom önöket jövő hétfőn is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.